A sátoraljai újhelyi önkormányzat az országban az elsők között alkotta meg azt a rendeletet, melyben kimondja, hogy az aktív korúak ellátása, valamint a lakásfenntartási támogatás megállapításának egyik feltétele a lakókörnyezet rendben tartása. Ez vonatkozik a külső lakókörnyezet és a lakás tisztán tartására is. Ez nem azt jelenti, hogy minden évben át kell festeni a lakást, hisz erre nem biztos, hogy megvan a fedezet, de a tisztántartást azt igenis biztosítani kell. Igenis biztosítani kell, hogy megfelelő hulladékgyűjtő edényzet legyen, hogy az udvar vagy előtte a járdaszakasz gyomtalanítva legyen, össze legyen seperve. Aki nem tartja tisztán az ingatlanja előtti járdaszakaszt, nem végzi el a járda és az úttest közötti zöldség kaszálását és gyomtalanítását, a kertek, telkek kaszálását, a szabálysértést követel. A közterület felügyelők 1-től 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot, valamint közigazgatási hatósági eljárást alkalmazhatnak. Ez utóbbi akár 150 ezer forintjába is kerülhet a rendelet megsértőjének. A közterület felügyelőknek a városa el van osztva a hét minden napjára, és meghatározott rendszerint végzik az adott területek ellenőrzését, amire fényképfelvételt, valamint a ellenőrzés után jelentést írnak, ami alapján ellenőrizzük, hogy hol van probléma, ahol probléma van, és a városhoz tartozik, azt a város ellátó felé jelezzük. Ha a lakossági probléma van, a lakost először felszólítják, hogy tegyen eleget a rendetben foglaltatnak, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy feljelentik. A rendeletet szigorúan be is tartatja a város. Már többször előfordult, hogy felfüggesztette a segély folyósítását, vagy eleve oda sem ítélte. A tapasztalatok jók, a szankcióknak meglett az eredménye, mondja a város főjegyzője. Az ellenőrzéseken már a szép rendezett telkekkel lehet találkozni.